Nagy nemzetközi lobbihálózat áll a Magyarországgal szembeni támadások mögött. Erről a magyar külügyminiszter beszélt a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter szerint az Európai Bizottságnak az a fő kifogása a gyermekvédelmi törvényen kapcsolatban, hogy az LMBTQ aktivisták nem mehetnek be az iskolákba és az óvodákba. Szijjártó Péter szerint Brüsszel zsarolásra használja az Európai Uniós forrásokat, ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a pénzügyeket és a politikai ügyeket soha senki ne keverje össze Európában. Egy nagy nemzetközi lobbihálózat nyomásgyakorlása áll a magyar gyermekvédelmi törvénnyel szembeni támadás mögött, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter azt mondta, a brüsszeli vezetés által elküldött 54 oldalas kritika alapvetően egyetlen dologra vezethető vissza. Az Európai Bizottságnak alapvetően egy nagy problémája van a magyar gyermekvédelmi törvénnyel, ez pedig az, hogy innentől kezdve világossá vált, hogy az LMBTQ aktivisták nem mehetnek be az iskolákba, nem mehetnek be az óvodákba, és nem beszélhetik tele kényük, kedvük szerint a magyar gyerekek fejét, nem fejthetnek ki nekik olyan propagandát, amely a nem megváltoztatására, vagy a homoszexualitás népszerűsítésére irányul. A balliberális brüsszeli vezetés demokrácia felfogására is felhívta a figyelmet a külügyminiszter. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, világossá vált az elmúlt években, hogy ők nem demokraták, mert a demokrata elfogadja, ha valakinek más véleménye van, megpróbálja megérteni és érvelni próbál a saját álláspontja mellett. Az, amit ők demokrácia alatt értenek, meg európaiság alatt értenek, az nem más, mint egy elképesztő véleményterror, egy véleményhegemónia. Egyet lehet velük érteni, akkor rendben vagy, akkor elfogadnak, ha nem értesz velük egyet, akkor kirekesztenek. Ennyit az ő demokrácia felfogásukról és a tolerancia felfogásukra. Szijjártó Péter szavai szerint a brüsszeli intézmények nem átállanak zsarolásra használni Európai Uniós forrásokat. Ezért is kell mindent megtenni annak érdekében, hogy az európai pénzügyeket és az európai politikai ügyeket soha senki ne keverhesse össze, mert ha ezt a kettőt össze lehet keverni, akkor abból pont az jön létre, mint most, vagyis hogy brüsszeli intézmények politikai alapon zsarolásra használnak európai pénzügyi forrásokat. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság teljesítménye uniós források nélkül is jelentősen növekedni fog. A kormány pedig minden erővel azon dolgozik, hogy a gazdasági növekedés eléri az 5,5%-ot. Ha ez megvalósul, akkor a gyermekeket nevelő családok jövőre visszakapják az idén befizetett személyi jövedelemadójukat. Nemzeti konzultáció. A kormány adóvisszatérítési kezdeményezése is témája a most zajló nemzeti konzultációnak. De a sokat támadott gyermekvédelmi törvényről is elmondhatják a véleményüket a magyarok. Orbán Viktor miniszterelnök pedig a héten azt is bejelentette, hogy a témáról népszavazást is kezdeményez a kormány.